Már szóval azt oké játék mesnek is a mai videóban. Hát... ismételten itt vagyunk a Peace on Brick-kel. Mindenki tudja, mi ez a Peace on Brick, az egy ilyen rablós játék. És ugyebár most egy új update jött ki, amivel egy új rablást is meg tudunk csinálni. Amihez nem más kell, mint egy... mi volt ez? Egy helikopter. Aminek a kötelét kell felhasználni arra a rablásra. És szó szerint egy teherszállító hajót kell kirabolnunk, aminek ugyebár szokott lenni egy ilyen ismertető hangja le, ilyen nagy zöme, ilyen dűt, ilyen hangja szokott lenni. Hát én rablásilag azért fogok rendőrrel, mert rablóval nagyon nehezen tudtam talán egy helikoptert. Így gondoltam, akkor inkább megpróbálkozok először a rendőrrel. Egyszerűen kézzétek el, régen annyi helikoptert találtam, most meg egyet se. Egyszerűen senki se visz el ide. Egyszerűen nem értem. Bocsánat most, hogy én nem kapok pénzt, érted azt, hogy mi 3000 valamit kapunk érte, azt hiszem, ha jól tudom. Itt elmondom az összegét. Nem annyira rabolják ki az emberek, mert úgy érzik, hogy ez szerintem fölösleges. Hát, nem tudom. Úgy fölöslegesnek mondható. Na, jó, még az eső is esik, de jó. Még össze is ki akartam rabolni, mondjuk ha például most nem jön össze a rablás, akkor még egyszer megpróbáljuk. Itt egyszerűen örökké esik az eső ebben a játékban, de ezt imádom. Örökké zúg az eső. És csak annyi dolgotok van, hogy megnyilván játok a gét, és ugyebár a kötelet leengedi. És minden igaz, ezzel kell oda menni a teherszállító hajónak az egyik ilyen hogy hívja, konténeréhez, és az fölé kell menni. És lesz egy csík, amit meg kell várni, hogy fullosan felmenjen, és akkor mindig az felemeli. És el kell vinnünk egy ilyen pénzes zsák pontra, szedem pont, nem olyan színűre, egy ilyen másik. Egy ilyen kikötőszerű kis nagy raktárba kell beledobni a konténert. Amiért mondom, ilyen 2000-3000-et kaptok ezért. Hát, sokan mondták a vejem is, hogy jobban megírja ékszerbolt rablás, de hát mindenki kell próbálni egyszer. Mi is kipróbáljuk, csak ebben olyan nagy köd van, hogy szinte alig lehet látni valamit, de hát ha jó, az világít. És el tudom mondani, hogy vannak rajta ágyúk is, amik szó szerint lövöldöznek téged. Azért nem legyen könnyű elrabolni ezt a dolgot. Még azok is megakadályoznak abba, hogy ne rabold el. És mondom, ezen a szerveren szinte csak bankokat rabolnak és ékszerboltokat, mondjuk kicsit meg is értem őket, mert elég drága a helikopter is van a játék, egy új frissítéssel ugyanezzel. Egy olyan kis, hát egy kis pici hajó, amivel mondjuk ugyanaz a képessége fel tud jelenni a konténer, de sima helikopterrel is el lehet vinni szerintem. 190 ezer, az rohadt drága. Hű, ennyit nem biztos adok ki érte. 50 000 jetpack, akkor itt kell arra gyűjtök, már bocs. Hol az a rohadt hajóka? Mindig van ilyen hangjelzése, azt hiszem, ha kétszer dudál, mit csinál, akkor már itt van a környékben, és mindig az nem sokkal megjön. Kétszer kirablom, megnézzük, hogy jó idő lesz a következőleg. Ha vagy most nem sikerül, akkor vágok és visszajövök ide, napos időbe. Csak nem értem, hogy a hajó most hol van, mert hibár az jó, hogy a kis ütmondok is már örülnék neki. Mondjuk a hajó az, van ez a kikötő, vagy ilyen kis szigetrész. Na, utolsó dudálás, mindig az most már itt van a hajó. Három hangjelzést ad ki a hajó, és a harmadiknál azt hiszem már itt van nem soká. Vagy már itt van, nem tudom. De jön a kis ütnálnak ez a rohadt eső elmúl. Egyszerűen a vizetni mindig ilyen rohadt eső van, de... Lehet, hogy én vagyok hülye, azt lehet, mert ha jó elment rég, de hát nem hiszem, mert valahogy itt kéne jönnie majd. Ja, olyan, hogy a teherszállító repülő, csak ez megy a vízön meg, ez az ilyen OP-sabb, mint a hajó, vagy a repülő. Ott csak be kell mászni, ezt kiszedni a cuccot, azt le eltörnyezni, az kész. Itt meg szinte 100 000-szer újra lehet próbálni olyan, hát taktikázni kell, mert sokszor kilőnek, mert kettő is van rajta, kettő darab. Én ágyú követően, ágyú lövő, vagy mi az?
Hát gyerekek, szerintem én valamit elcsúsztam, mert itt nincs semmi gép. Hát jó. Hát, hogy ki kéne reggelezni, vagy nem tudom, majd ki fog egyszer. Eltűnik a rohadt eső. Egyszerűen ti láttok valamit? Én nem. Még ti se láttok, szerintem a rohadtul semmit se. Ezt kiállítom, bocsak, az irritáló. Mi a szar? Hoppá, eltűnt az eső. Ott mi a teherszállító, repülő. Na, hol a hajó, bácsi? Látjátok, azt lehet kirabolni, meg ott van az új helikopter, ott mászik. Ott a holdna. Új, pont ott mentett. Na. Kis az a nap is. Na, ez tök jó időjárás. Nos, akkor várnom kell a teherszállító hajóra. Meg vannak ilyen kis hajók is a környéken, ott azt hiszem az egyik hegynél jön el. Kaptam 1000 vízt. De tényleg bocsász, hogyha elmentem, mert tényleg alig lehetett látni valamit. Ezért mondom, senki se rabolja ki, csak inkább veszegetik a hajót, vagy a repülőt. Azt hiszem, ha kocsikat is fel lehet vele emelni, azt hiszem, de ezzel nem lehet, ha jól tudom. Nem is tudtam, hogy ezzel, hogy lehet konténert felvenni, mert azt hittem, hogy meg kell venni azt a kis hajót, a repülőt, mindig hajót mondok. Hát, és kocsival nem érjük utó, ne is próbálkoztok, ez lehetetlen. Fölösleges felugrani rá, mert szétlőlem a rohadt ágyú. Csak most jó kérdés, hogy a hajó most jönni fog-e, mert az jó lenne. Fejlesztik már. Éván egy dolgot hiányom még a játékban, az a kaszinó. Kaszinó. Ez ugye az online-ból mondom. Nem tudom, az jó lenne, csak mondom, az is fizetni kéne, de hát... De az egy ma ingyen. Csak a pizét ilyen játékokra kéne fizetni pénzt, az például egy jó dolog lenne. Nekem a kedvenc rablásom amúgy a bank. Már éván azt már rég nem frissítették. Az ékszer volt, hogy egyszer frissítették. A múzeumot is aztán frissítették, vagy nem tudtam. A vonatot azt meg biztos nem frissítették, ez nem is fogják szerintem. Hát igen, várni kell se volt a hajóra. Csak az benne, hogy olyan gyorsan megy a nap amúgy. Meg most jön fel, vagy megy le? Mondtam, megállt egy helyben. Ó, itt egy kis napelőnyünk. Dumm, nézzét. Látjátok, a víz szinte tiszta, semmi helikopter nincs sehol sem. Egyszerűen nagy évben nem érdekli senkit se, hogy milyen új frissítés van a játékban. Ők ugyanazt csinálják, mint régebben, hogy rabolnak bankokat, az csak. Egy szintű vagyok. Nem szoktam rá játszani, csak most gondoltam, hogy régen így bemutatom a bankrablásokat, meg minden. Na most sem. Az új frissítést is, és akkor gondoltam, hogy akkor ezt is megmutatom nektek. Ott jön! Júj, ott jön, látjátok? Nézzétek meg, akkor nagy hajót, a jóisten. Ott itt a hegy mögül el. Majd ezekre egy kis... Gás itt, na így. Remélem most kicsit látszódik, ha mégsem látszódnak, akkor nem baj, de... Csak a rablás lassátok legalább. Jó, hát értem. Na, ott van a hajó. Ott jön. Egy ágyú van a tetején, a másik az meg a legelején van. Itt nagyon iparkodni kell. A kötelet leengedjük. Bum. És fölé kell mennünk, és úgy lehet elvinni a szállítmányát. Csak ugyebár én néha úgy szoktam, hogy ha ma nem sebeződök, akkor elmegyek. Mert nagyon gyorsan lesebeznek, főleg, hogy két oldalra is lőnek. Ugyebár a szállítmányt ki is tudod ejteni a helikopteredről, ha lelőnek. Meg elég gyorsan észrevesznek, az a baj. Meg azt hiszem ki is lehet iktatni ezeket a cuccokat, de szerintem az kamu. Időd az van elrabolni, csak már figyeljétek már hátsó, az már most észre fog venni. Nagyon lent kell menni, mert úgy tud csak elvinni nagyjából. Már figyeljétek, már is észrevettek. Látjátok? Mondtam, hogy nehéz ez. Nem egyből lehet elvinni, hagyjam meg.
Na, gyönyörű. Na, nehéz. Hát igen, mondtam, hogy nagyon nehéz, mert egyszerűen nem tudom, hogy ez hogy gondolta a játék, hogy majd biztos oda megyek fölé, azt még ott átcsarolok egy helybe. Rendben vagyok, hagyjanak már békibe. Kitaktikázom a rohadt szálltokat. Hát ezt egyszerűen nem hiszem el. Hát mondom az gyerekeket, ez ha valaki kirobolja, én tapsolok neki egyet. Úgy van, ölj meg. Nyomorult Isten, de... Nem tudom, minek kellett kettőt is letenni szintem, hogy... Én nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne kirabolni rendesen, ez haverokkal talán, de így simán nem tudom. Hát egyszerűen nem is rabolja, ezt imádom. Mire várom úgy? Az a mindjárt el fog menni a izéja. Na, jól el is ment szerintem a hajónk. Hát ezt nem hiszem egyszerűen. Hát fizikai képtelenség ezt kirabol, mert ha két oldalról szétlen, akkor meg is halok. Respawnolunk. Hát? Lehetetlen. Egyben nem tudom, nem lehet kirobolni, azt mondom, ez... Hát ez hülyeség. Még nem is hittem mindenket, de csak időt teszed be a szarokba. Én nem ide akarok jönni, értsd már meg. Még itt helikopter sincs more, de... Na. Én várnék a 13 szekundot, Isten, de hülye. Akkor respawnolunk. Nagyon hülyeség ez a hajó egy kicsit, hogy mert láttatok, hogy rabolja ki az ember, amikor fél másodperc a szétlövi. Nagyon gyorsaság kell. Mint hülye hajós, ugye? De mindig hajót mondok, Istenem, ez a rohadt vonat. Jaj, marad. Nekem egyszer sikült kirabolom, de azt is nagy nézem. Egyszerűen nem hiszem, hogy megy is az a baj, meg még ugyebár az a... Hát ugyebár nekem csak ez a menéssel van gondolom, hogy miért megy, ezt nem értem. És miért van kék ízi ágyú rajta, nem is értem. Látodok, nem is lehetne kirabolni, és szerintem azért nem rabolja ki senki se ezt, mert nem is lehetne, hogy lehet, kicsit nehéz. Hát mondjuk azért próba szerencse. Nem egyből lehet mindent kirabolni, ki kell tapasztalni, de... Illetve a szigetről pakolnak rá a hajóra. Csak úgy imádva nem haladnak itt a hajó, nem itt inkább itt a kölészik, hogy este legyen. Az a baj, még fölé megyek, akkor itt a kilő két perc alatt mindegyikem úgy. Gyere már, ha jó bácsi. Ah. Szerintem ez a legnehezebb kirablási módszer. Hát szerintem azért is rabolják ki, mert meg is van szerintem az indok, hogy nem fölösleges szerintem, mert mondom, csimó húzom rablással, hogy rendi szerzés, nem is kell kiszkezni, csak bejutni valahogy. Kivenni a kamerákon, az kész. Itt meg kínlódni kell ezzel a hülye hajóval. Csak nem haladna, hogy tegyünk el egy több részig. Ne halad lassan. Még amúgy nagyon lassan. Nagyon lassan jön. Lassan. Szerintem, hogy elkezdődött az eső is. Mire ez ide ér. Itt egy másik helikopter, ugye az a kis helikopter? Egy mindenki ilyen gazdag, hogy mindenki azt vesz, mert Isten. Inkább benne egy jetpacket, mint azt a kis repülőt, nem semmi értem nincs. Ez is minden ki lehet rabolni fölösleg is. Még lehet kicsit erősebb. Na meg ilyen az eső beszorok. Igen, egyszerűen időszak, akkor persze nem teszi le egybe a hajót.
megvár egy idején a vihar. Nem tudom, esőben nem akarok annyira. Esőben nem akarom annyira ezt videózatni, mert felesleges arra vacsodítva, nem lehet látni semmit. Meg undorítva mindig amúgy. Jégés a kereskedés, akkor jobban sikül az embernek a napos tőn, akkor meg nem. Magyarban nem is olyan nagy távot. Nem is olyan nagy öt kell a hajó, csak egy kicsit. Na, gyere már hajó. Ezt imádom, hogy miért nem jön ezt, nem értem amúgy. Gyere már, Istenem. Nem be is este egy nagyon jó. Úgy van este egyébe is, hogy most jön a hajó. Dig. Még annyira nincs este, azt nem mondom, de... Tudom kire bújja, mert egyszerűen nem akarom annyira meg. Nem tudom, hogy X-ka közlekedik-e. Ezt nem tudom. Most kire bújjuk, akkor elhagyom a videót. Csak ki szerettem volna rabolni. De így, hogy rablóval se hagyjuk már. Örülök, ha rendőrök kirablom. Mert csak meg akartam mutatni nektek a frissítés, hogy mi jött ki, meg mi ez. Tudom, most sokan nem játszanak ezzel a játékkal. Én is játszottam magára régóta, de akkor megláttam, hogy új frissítés itt kéne hajom. Ki megnéztem, de hát... A videósok azok szinte mindent levideóznak. Azoknál láttam egyszerűen, hát nem tudok mindent. Az a jó, hogy meg tudjuk venni a robóxat egyszerűen, tehát a gazdagok meg minden. Nem is azt mondom, hogy mindegy gazdag, hanem hogy egyszerűen... Én nekem nincs robóxom sem. Na, hogy jön a rohadt hajó. Én nem tudtam, hogy reggel jönni, étet este kell jönni neki. Próbálkozom meg éjszaka. Ki tudjuk harap... Na várjál, kötél le van engedve? Jó, le van. Mondom, ez hű, nagyon nehéz. Mire odér az a baj, rönt, akkor lesz reggel. Legalább az eső nem esik, az már nem is egy rossz lőd, mondjuk éjszakát még azért lehet látni nagyjából. Meg a bajátéban nincs olyan nagy éjszaka. Mert most nem lehetem úgy repkedni fölülöm úgy tetőn. Ezt most próbáltam még. Itt van ez a hülye hajó, ismételten. Na nézzük. Már ugye reggel láttátok, hogy milyen a hajó, azért most csak az, most azon próbálkozunk, hogy kiraboljuk, de szerintem ez nem lehetetlen, de azért nem is lehetséges. Amúgy ki lehet rabolni, csak nagyon nehéz. Oké, megvan. Itt van alattam, látjátok? Na. Nagy nehezen csak sikerült. Itt viszem alattam. És ott van a jel. Ott látjátok? Ott van mi. Na, ide kell beejteni, figyeljetek. Oda mi? Oda kell beejteni valahogy csak. Tessék, be is van ejtve. És ott megy a hajó megint. Akkor még egyszer ki lehet rabolni, vagy nem lehet? Mert kíváncsiak. Ó, a mexikói híd.
még egyszer megpróbálom kirabolni, hogy sikerül-e még egyszer. És meglátjuk, és akkor lehet látni fogjátok, hogy mit visz egyedül ez a hülye hajó. Na, még egyszer megpróbálkozunk vele. Valami konténerszerű valami amúgy. Na megvárjuk a reggelt. Egy ilyen szürke színű konténer. Bár a szigetig, majd mondtam, hogy odáig mi a szigetig. Még egyszer megnézzük, hogy kibírjuk-e rabolni reggel, de szerintem nem lehet, mert ha jó, mindig éjszaka járkál, mert nem biztos mindig, de... Mindig kiraboltuk az ennyi kétszer is. De amúgy itt látjátok, amúgy itt van a konténer alattam, de mondjuk, hogy belevő voltam a vízbe. De sok a szemben. Na itt van. Szürke. És tényleg csak annyi lényeg, hogy oda kell menni föl, és ezt a zöld csíkot meg kell várni, hogy fönte menjen, és akkor minél az meg is kapod. És akkor beriasztanak, mint riasztanak, mint mondom. No, hát megvárjuk azért reggelt. Azért minden igaz, a rablók azok kapnak pénzt. Nem is keveset, azt hiszem 3000-et, de mondtam, hogy ez nem olyan sok. Na nézd, ugye meglátjátok, hogy mit viszek. Megint nem vagyok az estének a híve semmi játékban. Na, itt van. Kaptam bajpeket, de ez nem a pénz, nem erre kaptam. És oda kell beejteni. Éppen este nem láttátok. Ide kell beejteni, mert féltek, ez kinyílik. Igen. És G-vel meg bele kell ejteni, hogy ebben arra, hogy cuccokat ejtik. Tehát nem álltok fent, akkor kell mondani. Tess, és el is kapta, és még ez becsukódik. Milyen. Na, és közben ment egy akciózon, és ezt imádom, hogy közben megy egy akciózon. Hát igen, ez nem egy egyszerű feladat, de hát bár valami mondás, mert nem is azt mondja, hogy a mondás, hogy a pénzért meg kell küzdeni valami ilyesmi. Ja, még egyszer megpróbálkozunk, hogyha még reggel sikerül, ha nem sikerül kirabolni, akkor még egyszer, harmadjára, vagy azt mondja, harmadjára, akkor meg majd meglátjuk. De mondja, hát tévedek, hogy még ott is van egy másik is, de azt szerintem nem az. Az egy ilyen nagyobb fajta. Ott nincsenek ágyuk, ha jól le van. Lehet az ügyben, mert azt egyszer. Jó, addig szerintem vágok, és hogy akkor megérkezett a hajó, akkor visszatérek, mert most nem várjunk olyan sokat. Ott jön a hajó, látjátok, remélem ti is. Ott jön éppen a hegyektől ismételten, de most reggel nézzük meg, mert tudjátok miért, mert nem tudom, hogy reggel is ki szeretném rabolni. Ott jön a hülye hajó. Még van időnk, de remélem most egy seperc alatt elbírjuk vinni, reméljük a szállítmányát. Ismételten a hajónak. És a gép, hogy nem este. Olyan nyomórék lassú egyik, és akkor beír a körbe, akkor meg egyben egy nyúl úgy megy. Bár arra a helyek fel nincs már semmi szintopályával. A másik az azt hiszem egy Titanic-szerű gép, azt mondták, és azt írták. Ez is egy katonai hajónak tűnik. Na, menjünk, azt rabuljuk ki menni előbb. Hogy lent, nagyon lent kell menni, és ott megy a ízlés, a teherszállító repülő is. Nekem az a kedvence egy kicsikét amúgy. Ez is jó, de... Közelébe se bírok menni most. De még mondjuk van sok idő, de nagyon lent kell menni. Ja, akkor az időd el többször. Oké, megvan. Oké, megvan a szállítmányt, köcsök hajó.
És ott van megint. Vagy ezt többször is el tudjátok rabolni. Vagy lesz egy videó, mondtam, ahol majd többen játszunk, ott majd rablóval is leszek. Valaki még rendőr lesz, azt oda visz. És ennyi az egész. Nem is kell hozni semmi új helikopter. Megfogtok egy rendőrhelikoptert rablóval vagy rendőrrel, kipróbáljátok. Én csak kipróbálás szempontjából játszok, nem úgy, hogy igazából nem. Tessék benni és nem. Ami 3000 amit kapunk a szállítmányért, ide kell hozni a ilyen sziget, vagy mi az kikötő. Na mindegy, azért hát még az új helikopter, ezt meg akarom mutatni nektek, mert ezt nem láttátok még, mondjuk háttérből láttátok, hogy ez nem túl sokat ért. Respawn az a hír helikopter, ja itt, most így persze nincs itt. És ha nincs itt a helikopter, én mindig elbiztos, elviszegetik örökké. Na. Nem csak meg akartam nektek mutatni, milyen az új helikopter, ilyen kis pici helikopter, de úgy tetszik, hogy most a játéknak beszél, mert biztos valaki elvitt, hogy nem tudom. Még egyszer pofázik a hajó. Ezt is ki tudjátok próbálni, még hogyha egyszer kirabolni is érdemesebb is rendőrrel, és szerintem jó, az nem kell piszkodni rablóval mosolni. Hát úgy látszik, most az új helikoptert ezt nem teszi le, de leteszem a leírásba a Robloxnak az oldalát, ahol el tudjátok róla olvasni a dolgokat, nem pont letette. Egy ilyen Roblox oldal, ahol leírja a rablásokat szó szerint. Na itt van ez a kis takony helikopter, ennyi az egész. Olyan, mint a Buzarda GTA-ből, az kész. És itt semmi új időség, ugye, mint a sima helikopter, nem mindegy. És 190 ezeren beszél. Mindegy, a leírásban lent lesz a oldal, ahol el tudjátok olvasni a új frissítésekről, meg a régiekről a dolgokat. Szerintem nézzetek meg, mert sokat írnak róla. Hát akkor, amit tesztel a kis videó, akkor lájkolt, és akkor vagy következő videómban. Sziasztok!